A Tamási Művelődési Központ jazz balett csoportjai egy gálaműsor alkalmával mutatták be azt a tudást, melyre a tanév folyamán szertettek. A mozgásforma már hosszú évtizedek óta jelen van a város életében. A balett általában a lányokat vonza, de nem kizárólag, mondta el a fiatalokat oktató balettművész. Most az óvodás csoportban volt két fiú is, úgyhogy eddig érdekes mód nem volt, most már két fiúm is van, illetve az óvodások és az iskolások is elég nagy számba jelentkeztek az idén. Az óvodásoknál ott a klasszikus balettnek az alapjait kezdem el, illetve a délutáni csoportoknál, az iskolás csoportoknál a balett és a jazz mozgásnak a keverékéből alakult ki ez a jazz balett. Ott egy kis klasszikus balettet is beleviszek, illetve próbálok kéztartás lábtartásokba, illetve a jazznek az alapjaival alakul ki a jazz balett. Megtanulni azt, hogy közösségbe kell lenni, pontosan kell járni, illetve mozgáskultúrát ad mindenféle irányba, tartásba, viselkedésbe, mindenbe. A foglalkozások alkalmával amellett, hogy mozognak, fegyelmet is tanulnak a lelkes balettesek. Eléggé szigorú vagyok, de én úgy gondolom, hogy ezt csak úgy lehet csinálni egy bizonyos szigorral, mert ha arról lemondok, akkor nem lesz ebből semmi. Tehát attól, hogy én szigorú vagyok, attól van eredménye évvégén. Van, aki valaki 8-9 évig is járt már. Tehát van, aki az első után abba hagyja, ugye ez gyermekfüggő, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ő neki ebből elég, ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt folytatja, de elég szép számba folytatják elég sokan tovább. Csak az óvodánál van a klasszikus balettnek az alapjai, a délutáni iskolai foglalkozások csak jazz balett. A Tamási Művelődési Központ ad helyszínt a foglalkozásoknak, mely akár csak az iskolai tanév szeptembertől júniusig tart. Mindig úgy csináljuk, hogy 3 táncot tanulunk meg év végére, és azt a 3 táncot fogjuk most is bemutatni, amit majd megtetszenek nézni. Ez mindenkinek visszajelzés, szülőnek, gyermeknek és nekem is. Az operaházban van egy táncos nő, aki nálam kezdett, és főkerült a balettintézetbe, és utána az operaházban táncol a mai napig is. Én úgy gondolom, hogy aki ebbe belekóstol és megszereti, az azért, mert szeret járni. Tehát ennyire egyszerű a dolog, és mondom, még egyszer mondom, hogy a délutáni csoportokban nagyon sok a visszajáró, vagy aki érdeklődik, és ők jönnek folyamatosan és hosszú ideig. Ez szerintem csak a szeretet kérdés, tehát hogyha megszeretik, akkor utána erről ez kicsit olyan, mint a narkotikum. Szeptembertől újra várja a balett a legkisebbeket, a jazz balett pedig a nagyobb bacskákat a Tamási Művelődési Ház foglalkozásai alkalmával.